Szabó Magdának az ajtócímű kötetéhez szeretnék kedvet csinálni az olvasóknak. Azért esett a választásom az írónőre, mert úgy gondolom, hogy Szabó Magda maga a történet. élősubban is úgy tudott meselni, hogy azt azonnal papírra lehetett volna vetni. Elképesztő módon tudott a, meg tudott nyílni a közönségének, szellemes volt, bámulatos módon hatott az öniróniája, a lendülete sodorta, vitte előre a történeteit, ahogyan bárki megtapasztalhatta, aki már olvasta a regényei közül valamelyiket. A legismertebb a művei közül az ajtó, amit 40 nyelvre fordítottak le, Franciaországban elnyerte a Femina díjat, és 2015-ben a The New York Times az a tíz legolvasottabb könyv közé sorolta, tehát ma is aktualitása van annak a mondani valónak, ami vel 30 évvel ezelőtt Szabó Magda megalkotta. Szinte magam előtt látom, ahogy leül az asztalához, a 80-as évek végén ír, ír, ömlenek a papírra a gondolatok, Magda is Szeredás Emerenc különös kapcsolatáról, persze egy kis írói színezéssel, hiszen ez nagyon jól ment Szabó Magdának, Mindkét karaktert nagyon jól ismertem, mert az egyik főszereplő Magda, a Szabó Magda, tehát ő, a másik pedig házvezetőnője, Szőke Júlia, aki húsz éven keresztül dolgozott neki. Erős személyiségek, mind a ketten, más-más módon, egy nyitott szellemiségű, mégis vallásos értelmiségű nő, és egy zárkózott, hitehagyott, mogorva, titokzatos, mégis uh, egy csupaszív idős asszony. Egy furcsa indulatokkal teli kapcsolat az övék, azzal, hogy Emerenc elszegődik uh, Szabó Magdáékhoz, Magda fel is ül egy érzelmi hullámvasútra, mert a szabályokat ez az asszony nem tűri, nagyon mo uh, nyers modorú, és uh, a maga módján mégis nagyon sokat tud adni az embereknek, állatoknak, embereknek, hiszen mind a kettő szerepet kap a történetben. E, valahogy a bűvkörébe vonja az embereket a természete, rossz természete ellenére. Lelke ajtaját azonban csak egy embernek nyitja meg, és az Magda bizalmába avatja, felfedi előtte a múltját, a veszteségeit, az életről és a halálról alkotott véleményét, mégis amikor a bajba jutott Emerenc, Emerencen segíteni akar Magda, akkor nem veszi tudomásul, hogy féltésével akaratlanul is elárulja a kettőjüknek a barátságát, legalábbis Emerenc így gondolja. Igyekszem ezt az ajtót nem túl tágra nyitni, hogy másnak is kedve legyen felcsapni ezt a kötetet, de azt még mindenképp szeretném elmondani, hogy ennek a kötetnek a tanúsága számomra az, hogy nem szabad skatujázni az embereket, meg kell ismernünk időt is, energiát kell az emberi kapcsolatokba fektetni, mert nagyon sokat tud később adni. Az ajtó a bizalom, az árulás és a szeretetnek a kötete, és szerintem a rapság is, hiszen hogyha valaki belelapoz, beleolvas, akkor azt rabulájti, és az utolsó soráig nem engedi.